Vannak, akik a karácsonyt kórházban töltik, számukra igyekeztek szebbé tenni az ünnepvárás pillanatait a Fejér megyei Szent György Kórház gyermekosztályán, a kicsiket verssel és dallal köszöntötték. Mészáros Judit kislányát már egy hónapja ápolják a Fejér megyei Szent György Kórház gyermekosztályán. A gyerekek betegsége mindenkit megvisel, lelkiekben ezért is fontos, hogy legyenek meghitt pillanatok. Úgy gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon fontos, és a szülőknek is egy ilyen ünnepség, hiszen egy kicsit kimozdítja őket a hétköznapokból. A hagyományokhoz hűen idén is közösen várták a karácsonyt a gyermekosztály kisbetegei, a kórház szakemberei és a támogatók. Dr. Simon Gábor osztályvezető főorvos úgy fogalmazott, az ünnepi időszak nehéz a betegek és a családtagok számára. Ezért is készülnek évről évre karácsonyi műsorral az osztályon. Fontos, hogy ezen a programon a támogatók is részt vesznek, hiszen nélkülük sokkal nehezebb lenne modern és korszerű feltételeket teremteni. Támogatók nélkül nem tudnánk olyan magas szintű munkát végezni, mint amit remélem kívülről is így látszik végzünk, mert műszerek beszerzése bizony nagyon fontos, nem csak a hivatalos csatornákon, hanem a úgynevezett nem hivatalos csatornákon keresztül is. Székesfehérvár önkormányzata is támogatja a programot, a karácsonyi ajándékokat Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok adta át. Székesfehérvár önkormányzata is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a kis betegeknek a karácsonya szebb legyen itt bent a kórházban, ezért hagyományosan minden évben támogatjuk ezt a rendezvényt. Polgármester úr ajándékát hoztam én is, amit átadunk itt a kis betegeknek. A karácsonyfa alatt számos kedves ajándék várta a kisbetegeket, a meghitt hangulatról pedig zenével, dallal gondoskodtak, felettetve ezzel a betegség nehéz pillanatait.